Még megismerjük a Hódozsó családot, mert ezen a héten a Családban Élni jó rovatukban Kardos Ildikó kolléganőnk őket mutatja be önöknek. Hát valahogy így indul egy reggel egy olyan családban, ahol három kisgyereket kell útnak indítani, a negyediket pedig tisztába tenni. Olyan, mintha egy ilyen reality show-ból lenne az ember, csak ez ilyen non-stop megy. Tehát, hogy soha nem unalmas, soha nincs egy olyan pillanat, amikor így, jó, amikor kettesben vagyunk, az már csak az a fél óra vagy egy óra, amikor már a lányokat úgymond leraktuk, és már azt mondom, hogy miénk az idő, de ezen kívül gyakorlatilag nagyon tömény az élet. Tehát ez a... azt mondom, hogy sava borsa, akkor most így a maró hatású teszünk be, de inkább az ízessége szerintem az, ami olyan megragadva, amit azt mondom, hogy nem cserélnék el senkivel se. A három nagy lány szinte egymás után született, ezért jól ki is jönnek egymással. Néha azért van köztük egy kis csetepaté. Sokan játszhatunk együtt, és legózhatunk is együtt, meg rengeteg játék van, amit együtt csinálhatunk. Nincs olyan, amit nem csinálhatnánk együtt. Talán az olvasás. Hát nekem is ugyanez, csak az, hogy sokszor meg tudom nevetni Kamillát. Megnevetted meg? Ildikó és Tamás 10 évvel ezelőtt házasodott össze. Már a kapcsolatuk elején tisztázták, hogy mindketten nagy családot szeretnének. Igazából, ahogy beleindultunk, úgymond ebbe, szerintem magunk se tudtuk, hogy akár az egy gyerek is, hogy mit jelent, vagy mit vállalunk. De úgy menet közben, tehát az a lényeg, hogy mi 2005-ben házasodtunk, 2006-ban elkezdtünk építkezni. És gyakorlatilag így az építkezés együtt jött a gyerekvállalással. És hát gyakorlatilag így megedzett ez bennünket így elég keményen. Sőt így az első időszakban Enikőig, tehát a két második gyerekig, gyakorlatilag egy ilyen másfél szobás kis házrészben laktunk, és azért ott kis térben gyereket nevelni, közben csinálni itt a házépítést, azért ez így eléggé megpróbált bennünket, tehát hogy ez így működőképes lehet-e akár hosszú távon is, vagy sem. Már egyikük sem tehetős családból származik, attól sosem féltek, hogy anyagilag nem fogják bírni az ekkora családdal járó kiadásokat. Van lakáshitelünk nekünk is, tehát hogy ez a része, a teher része az megvan, de igazából talán már így beállt az életünk, tehát hogy ebben a dologban azt megtapasztalni, hogy az Isten így eltart bennünket, vagy gondoskodik egyáltalán a munkahelyről, tehát az is egy nagy szó. Ezért gyakorlatilag így hát benne bízunk, tehát önmagában nem a munkahelybe, és ez így még idáig, azt mondom, 9 év alatt ez működik, tehát komitől féljünk, tehát. Meg úgy tartjuk, hogy a gyerekek a legjobb befektetés a mi életünkben. Tehát semmi más, minden úgy elmúlik, meg kifolyik a kezeink közül, de ők vannak, akik maradandóak. Abszolút. Nekünk. A legfiatalabb kishölgy 3 hónapja érkezett a családba. Ildikó azt mondja, hogy a kicsi érkezése egyáltalán nem változtatta meg az életüket. Nagyon jó időbeosztással dolgozom, tehát nekem így nagyon fontos, hogy meglegyen minden szervezve, úgyhogy én így működök, hogy a keléstől a lefekvésig minden időbe be van osztva, hogy mikor mit csinálok. Úgyhogy úgy boldogulok mindennel. Na, illetve a csapakolás most. Miért? Azért, mert Redinek megnézzük a matek leckét, hogy készen van. Azt mondják, hogy csak úgy lehet zökkenőmentesen irányítani egy ekkora családot, ha szigorúan és következetesen nevelik a lányokat. Ildikó, aki óvónőként dolgozik, amikor éppen nem gyereket nevel, viccesen őrmesternek nevezi magát. Nem működik igazából különben a család, tehát egyszerűen szétesünk mi is, szülőként, az Ildikával, de a gyerekek is. Nincsenek meg azok a biztos pontok, mint egy kertnél, ahogy ott vannak a kerítések, ott megszabják, hogy a határok nem lehet elmenni, hogy ez működik ez a dolog. És igazából így, hát azt látjuk, hogy ez működik, tehát hogy beválik. Az első gyereknél, Rebekánál volt ez nehéz. Az Enikő már igazából így a szabályok közé érkezett valahogy. A Dalma részére pedig ott meg már nem volt kérdés ez, tehát hogy alapvetően már úgy nőtt fel, hogy szinte minden szöveg leverve, fixek a dolgok, és ez így működik. A szülők azt is megbeszélték, hogy páratlan számú gyereket szeretnének. Ezért jelenleg úgy tűnik, hogy a jövőben bővül még a család. Látod egy kis fiúra? Én már nem. A harmadik után már én sem. Tehát a harmadiknál volt az, hogy úgy talán nem is azt mondom, hogy feladtam, inkább azt mondom, hogy már nem számít. Tehát, hogy már ez nem egy ilyen élet-halál kérdés, hogy na, akkor hú, legyen egy fiam. Hát, ha
képeket látva úgy érzik, hogy kedvet kaptak, és önök is szívesen bemutatnák a családjukat, akkor írjanak nekünk, persze elérhetőséggel, címmel, telefonszámmal, mindennel együtt. Kedves nézőink! Várjuk olyan családok jelentkezését, akik úgy érzik, életükkel, családjukkal mások számára is példát mutathatnak, és szívesen bemutatkoznának egy kisfilmben, műsorunkban. Mert családban élni jó. Évvégén majd szavazás dönt arról, ki utazhat el családjával egy meglepetés hosszú hétvégére. A nyertes családot pedig bemutatjuk egyik hétvégi adásunkban is. Várjuk jelentkezésüket rövid leírással és elérhetőséggel együtt megszokott címeink egyikére. 1037 Budapest Kunigunda útja 64, vagy családbarát@mtva.hu és a Családbarát Facebook oldalán is.